Súlyok Imre zeneszerző, orgonaművész, egyházzenész és zenepedagógus, a kelenföldi evangélikus gyülekezet Bocskai úti templomában szolgált 53 éven át. Nem csak orgonistaként vállalt szolgálatot a gyülekezet életében, hanem zeneszerzőként a templom zenei együttesei, kórusa és zenekara számára is komponált műveket, melyeket aztán rendszeresen meg is szólaltatott a liturgiában. De komponált korál előjátékokat is az énekeskönyvi reform kapcsán megjelent, s népszerűsíteni kívánt énekekre. Végzett tanítói munkát is ugyanott. Újjáillesztette a protestáns vesperás hagyományát, s tanította a gyülekezetet az új énekeskönyv meghonosítását célzó énekkincs anyagának megismerésére, melynek megszületésében neki is jelentős szerepe volt. Súlyok Imre szerénysége, mély embersége, elköteleződése, hivatása és egyháza iránt minket, utódait is arra kötelez, hogy az általa igényes munkával megteremtett szellemi javakat, mellyel mindvégig Isten dicsőségét szolgálta, megőrizzük és továbbadjuk. Súlyok Imre rendszeres kántori szolgálata az evangélikus egyházban kihatott zeneszerzői tevékenységére is. Az evangélikus hagyományban jól ismert a korál előjáték, melyet az orgonista az ének bevezetőjeként játszik. Ezek az előjátékok nem csak az ének dallamának, hanem szövege tartalmának is rendszerint hű tükrözői. Tehát azon túl, hogy előjátékban megismerhetjük az éneklendő korál hangnemét, dallamát, ritmusát, a szöveg, illetve az ének karaktere is kifejezésre jut ezekben a kompozíciókban. Súlyok Imre ezen a téren is jelentőset alkotott. Előjátékai hűen tükrözik az énekek karakterei, frappáns, nem hosszú, tehát a liturgiában kiválóan megszólaltatható korál előjátékokat írt, melyeket aztán maga is játszott az Isten tiszteleteken. Két olyan korál előjátékot választottam, amelyek sok mindenben akár ellentéteinek is nevezhetők egymást. Az egyikük a légy csendes szívvel, a másikuk a ne igen jó az Úristen dicsérni, kezdeti korál. A légy csendes szívvel, csendessége és a visszavonulásra biztató ének, a ne igen jó az Úristen dicsérni, pedig dicsőítő zsoltár parafrázis. A légy csendes szívvel énekünk német kultúrkörből származik, a ne igen jó magyar, a korai reformációnak a terméke. A légy csendes szívvel barokkos dallam, amely igen jó, pedig reneszánsz dallam. Mégis Súlyok Imre kántori és zeneszerzői munkásságában ez a kettő teljesen egyenhangú, azonos zenei stíluskörben mozgó korál előjátékké tud válni, hogy letisztult Súlyok Imrének a stílusa, amikor a korál előjátékokhoz nyúlnak.
Szubjektív válogatásomban hangozzék el három korálfeldolgozás Súlyok Imre gyűjteményes kötetéből. Ne csüggedj el, kicsin sereg című ének a reformáció korában íródott. Énekeskönyvünkben azonban egy 19. századi dallammal párosítva található. A Gusztáv Adolf svéd királynak tulajdonított szöveg igazi harci ének, felhívás csatára s a győzelemre, melyet kizárólag Istenbe vetett hit segítségével vívhatunk ki. E csata kiáltás, elszánt harc zenei megfogalmazása Súlyok Imre feldolgozása. Másodikként a mélységes mélyből kiáltunk hozzád, irgalmas Isten című korál előjáték hangzik el. Martin Luther Zsoltár parafrázisának alapjául a 130. Zsoltár szolgált. A súlyoki feldolgozás a szöveg bűnvalló karakterére koncentrál. A két szólam rendkívül puritán dallami párbeszéde formálja meg a kétségbeesett, de Isten akaratában megnyugodni kész ember imáját. Harmadikként Súlyok Imre egy saját dallamára írott feldolgozását választottam. Kínok árnyékaiból szólok hozzád, Istenem című ének Vörös Sándor versét zenésíti meg. A dallam számunkra talán túl modern, vagy túl archaikus, sehol egy fülbemászó fordulat. A dallam szokatlan hajlításai a költő kétségbeesett kiáltását, útkeresését, segítségért való fohászkodását tükrözik megrázóan. De ebben a költeményben sem marad el a feloldozás. A hívő ember Istenre való feltétlen hagyatkozásának hitvallása, és talán ez az a közös gondolat, ez az a hitvallás, amely nem csak e három éneket köti össze tartalmilag egymással, hanem meghatározta az egyházzenész, komponista, zenetudós tanár, Súlyok Imre egész életét és munkásságát.
A most elhangzó darab Súlyok Imre 1990-ben írott alkotása. Evangélikus énekeskönyvünk 414. számú énekére készült Szegény fejem Uramhoz óhajt. Ez az ének a bűnös ember imádsága. Jól lehet hallani majd a zenében, ahogy Súlyok Imre nagyon sok diszonanciával, egymáshoz súrlódó hanggal próbálja meg lefesteni a bűnös ember lelkében zajló folyamatokat, a kínlódást és a gyötrődést.